A Sajános Egyetem református teológiai kara szervezte meg a Hitvalló Egyház Magyar Mártírjai című konferenciát. A fórummal a céljuk az, hogy a köztudatba építsék a felvidéki papok és lelkészek példaértékű helytállását a diktatúrában. Ez egy olyan időszak volt, ami összeforra jogfosztottság éveivel itt a felvidéken, és ezért úgy gondoljuk, hogy rá kell mutatnunk arra, hogy volt itt 50 esztendőn keresztül egy olyan diktatúra, ami nem bánt kesztyűs kézzel az egyházzal, és rá kell mutatnunk arra, hogy ennek bizony mártírjai voltak ennek az időszaknak, és rá kell mutatnunk arra, hogy ezt az időszakot nem szabad, hogy elfelejtsék majd a következő generációk sem. Nem kis feladat hárul a Komáromban működő Sajános Egyetem református teológiai tanszékének kutatóira. Kizárólag ők azok, akik Szlovákia területén kutatják azt az üldöztetési hullámot, ami a magyarajkú kereszténységet érte a 20. században, a kommunista diktatúra és a náci hatalmi erők árnyékában. A református egyház ez egy szervezet, egyház, magyar többségű. Ugyanezt a katolikus testvéreink és az evangelikus testvéreink nem tudják elmondani magukról. Tehát nekünk, mint egy kutatóintézetnek óhatatlan kötelességünk az is, hogy a szlovákiai magyar keresztény egyházak történetével foglalkozzunk, tehát református jellegünk ellenére kitekintéssel kell lennünk a katolikus és az evangélikus eseményekre is. Ezt is szeretnénk kutatni, ezt is szeretnénk feltárni. Nemrég a Pozsonyi Nemzeti Emlékezet Intézetével kötött a Sajános Egyetem együttműködési megállapodást. Olyan történelmi dokumentumokhoz férhet hozzá az egyetem, amiket magyar kutató keze még nem érintett. A célt majd akkor érjük el, hogyha 10-15-20 év múlva azt tudjuk mondani, hogy ennek az együttműködésnek a gyümölcseként megjelent egy olyan monográfia sorozat, egy olyan kimenet, ami az eddigi 20. századi fehér foltjainkat az egyházunk történetében beszínezte. Erre van esély. Az együttműködés elkezdődött. A kutatóközpont munkatársai elmondták, a kutatásaik során feltárt anyagokat digitalizálják, és ezt minden kutató számára elérhetővé teszik. Az egyik fő szempontunk az, hogy párbeszédet alakítsunk ki a történelmi egyházak között, hogy a korábban külön-külön kutatott témákat megpróbáljuk összehozni, és megnézni azt, hogy milyen közös pontok vannak ezekben a történeti kutatásokban. A Sajános Egyetemen tehát pótolhatatlan értékű kutató munka folyik. A szlovákiai magyar egyetemes egyháztörténet nyer azzal, ha felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül az összes mártírpap történetét felgöngyölítik, és minden olyan körülményt megvizsgálnak, ami a 20. századi kereszténység stabilitását megingatta.